kis államok a lábán. És a gyerekek ki vannak virulva, mert van közünk egymáshoz. Kedveseim, ma nagyon hiányzik a gyülekezetekben ez a fajta közösségvállalás. Hogy odafigyelünk egymásra, hogy szeretjük egymást, hogy törődünk egymással, hogy nem engedjük, hogy lesodorjon az ellenség. Az oroszlánok mindig azt az antilopot kerítik, tehát a csordában nem tudják elejteni, de ha lekerítik a csordáról, akkor egyik pillanatról a másikra elejtik. És nagy szükség van erre. Azt tapasztalom, hogy gyülekeztünk be, hogy akik tagja egy ilyen kis közösségnek, ott nem lesz nagy baj. Legtöbb ilyen ember el se jut hozzám a problémával, mert a kis csoport megoldja. De az, aki magányos farkasként, ilyen Rambo keresztényként akar élni, ott aztán jelentkeznek a problémák. Közösség. Gyakorolták magukat a kenyér megtörésében. Úrvacsorai közösség. Gyakorolták magukat kitartóan az imádkozásban. Aztán van egy rész, amivel mi nagyon sokszor nem tudunk mit kezdeni, pedig imádkoznunk kell ezért, hogy az Isten természet feletti módon jelen volt a gyülekezetben. Félelem támadt, és az apostolok által sok csoda is jel történt. És hadd mondjam nektek, hogy nem a cirkuszról akarok itt beszélni, arról, amikor meghirdetjük, és csak erről szól minden, és nagy showműsor és látvány, hogy gyógyító alkalom nem, hanem arról az autentikus hitről, hogy merünk imádkozni betegekért. Hogy merjük kérni Isten kegyelmét. És ez nem egy pünkösdi tanítás, amit most mondok, hanem a Biblia ezt mondja, hogy az első keresztjének tették ezt. Mi is imádkozunk. Valamikor meggyógyul, valamikor nem. Nincs nagy hókusz-pókusz, de sokszor átéltük, Isten kegyelmes. Eszem jut most egy anyuka, 5 gyerekes, amikor az 5. gyereke született, szepszissel, fertőzéssel bekerült a kórházba, és azt mondták neki, hogy az ilyen betegekből 100-ból 2 marad életbe. Egy olyan vérfertőzés méreganyag került a vérbe, nem tudták kitakarítani. Élet-halál küzdelem volt. Elmondta, hogy milyen élményei voltak ott a kórházban. Az egész gyülekezet összefogott, egy szívvel, lélekkel imádkoztunk. És akkor meggyógyult, és elmondta a gyülekezetbe, hát úgy tapsolt a gyülekezet, de úgy, mint még soha. Én is tapsoltam ezerre. Nem azért, mert most ez a divat, hanem azért, mert örültem tiszta szívből, hogy Isten hatalmas, hogy ő él. Isten természet feletti módon jelen volt a gyülekezetben. Aztán a következő, amit már nagyon nehéz elfogadnunk, mert ez egy sajás időszak volt a kereszti üldözés előtt a vagyonközösség, hát később már nem olvasunk erről az Újszövetségben, de engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy az első keresztény gyülekezet szociálisan érzékeny volt. Nemrég odajött hozzám egy testvér a gyülekezetből, 4 hónapig nem volt munkája. És azt mondta nekem, hogy tudod, hát megpróbált minket az Isten. És jöttünk hozzátok a gyülekezetbe, és már ott tartottunk, mert távolabbról járnak Kecskemétől, 30-40 kilométerről, és azt mondja, hogy ott tartottunk, hogy már nem tudtuk, hogy oldódik meg a helyzet. És azt mondja, megyünk haza, és a feleségem azt mondja, te van a zsebembe egy boríték. Ki tette bele? Nem tudom. Azt mondja a fér, az én zsebembe is van egy boríték. És képzeltek el, hogy pont az az összeg volt, amiből ki tudták fizetni a rezsieiket. Ez egy nagyon jó barátom ez a testvér, járok vele börtönbe evangélizálni, valami hihetetlen ajándéka van a rabokat megszólítani, és lett most már munkahelye. Szociális érzékenység. Ó, de jó, mikor van ilyen. Van egy öreg néni a gyülekezetben, mindig csak úgy, hogy ő a Jóisten postása. Kicsi nyugdíja van, de van egy nagyon gazdag fia. De nála a pénz nem áll meg. Na nem azért, mert magára küldi, alig eszik olyan étvágytalan néni, mert anyám beteg. De mindig mondja, ezt vidd el annak, azt vidd el annak, ezt vidd el oda, azt vidd el oda. Szociális érzékenység. Kolozsváron volt egy néni, mindig mondta viccesen, testvér, az áldást hamar tovább kell adni, hogy nehogy elduguljon a csatorna. Legyen áramlása. Legyen áramlása. Legyen áramlása. Ilyenek voltak az első keresztjének. És tudom, hogy ti is ilyenek vagytok. És Isten adja nekünk ebben növekedést. Vegyek tovább. Napról napra állhatatosan egy szívvel lélekkel voltak a templomban.
ünnepelni Jézust. Fontos. Vasárnapról vasárnapra. Ünnepelni őt. Teljes szívvel. Nem csak úgy néha-néha. Mindig a feltámadt urat. Ezt tették. A másik, amit olvasunk, hogy ezt tették házanként is. Nagy nyilvános istentisztelet és kis közösség. Nem akarok itt részletekbe menni. Nagyon jó. Nálunk a kis csoportoknak egy része az imaháznál gyűl össze, főleg a sok kisgyerekesek, hát ott nagy élettér kell. Mikor a fiatal házsok összejönnek, akkor nem azt mondom, olyan, mint egy állatkert az alaksor, de négy kézláb, mikor 20 gyerek ott elindul minden irányba, és a szülők ottan közben próbálnak lelki közösségben lenni, az egy érdekes látvány, nem? Hát jó, jó látvány, nagyon élvezem, szeretem őket. Házanként. Nagy dolog, amikor megnyitja valaki az otthonát. Vannak emberek, akik előbb oda jönnek el. Nem mer eljönni az imaházba. Van most egy ügyvéd úr, hát akinek a lányát lelkigondoztam, pszichiátriára került, az anyuka hívő, megkért, hogy menjek el. Isten megkönnyörült a lányán, és most már jól van. De rettenetes volt az első találkozásunk. Aztán az apuka is egyután kezdett rosszul lenni, vele is elkezdtünk beszélgetni. Most beépült egy házi csoportba. Még nem a gyülekezet tagja. De legutóbb megkérdezték, hogy mikor indul az új barátkozók órája, mert szeretnének jönni. Isten tisztelet templomban és házanként. És amit én nagyon élvezek itt a HOC családnál, van egy szállodájuk, nagy tranzit hely. Azt olvastuk itt az ígében, hogy amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Vendégszeretet. Például tűzd azt ki célul magad elő, minden vasárnap, vagy nem minden vasárnap, de meghívsz valakit magadhoz. Lehetőleg olyat, aki nem tud téged visszahívni. Nagyon sok ember úgy került be a gyülekezetünkbe, hogy diákok tanultak Kecskeméten, ezek a családok fölkarolták őket. És vasárnapról-vasárnapra hívták magukhoz őket ebédre. Aztán megtértek, és gyülekezeti tagok lettek. Nem Kecskeméten, mert aztán visszamentek, amerre mentek. Azért éppen Őrbottyánba jött vissza, az Erzsó. Ilyen az Isten munkája, vendégszeretet. És az utolsó, amit olvastam, dicsérték az Istent, és kedvelt őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte őket, a gyülekezetet üdvözölőkkel. Az Isten imádat, dicséret központi része volt a gyülekezetnek. És ennek, hogy mondjam, tere volt. Megérezték. Van egy csúnya mondás, hogy legtöbb ember azért nem jár templomba, mert egyszer már volt. Általában nem hívők eldöntik az első alkalom, hogy vissza fognak-e még jönni. És ha megérzik az Isten imádatnak, dicséretnek, a szabadságnak az illatát, akkor vissza fognak jönni. Hadd mondjak nektek valamit, főleg a magyarországiaknak, de az erdélyeknek. A mai helyzet kedvez az evangélium hirdetésnek. Állítom, hogy kedvez. Sok baj van ebben a pici országban is. Sok baj van. Sok a probléma, a nyomorúság, az elesettség. És a Szentlélek sodorja az embereket a gyülekezetek közébe. Nem tudom, hogy honnan, de jönnek. Jönnek. Kecskemét és délután nem, de délután tele van az imáz dugi. És jönnek az emberek. És szomjaznak. Isten kedvessé tudja tenni a gyülekezetet a nem hív emberek szemében. És ami nagyon tetszik nekem ebben az igében, amit Pál így fogalmaz, hogy növekedést Isten adta. Isten napról napra gyarapította a gyülekezetet üdvözülőkkel. Azt mondta az Isten, olyan szépek vagytok, úgy örülök nektek, legyen belőletek sok. Nem? Legyen belőletek még néhány ezer. De így volt. Volt 3000, és nem sokan lett mennyi? Őt olvas tovább az abcsért.
De jó lenne úgy élni, hogy Isten azt mondja, hogy szeretlek benneteket. Örülök nektek. Jó benneteket látni. Sok ilyen ember kell még ebbe a városba, vagy faluba, mint ti vagytok. Adom hozzátok az megtérőket, mert szükség van rá. A gyülekezetbe, hogy mondjam, genetikailag bele van kódolva növekedés. Az életnek a része a növekedés. Anyukám sose veszekedett velem, hogy fiam, miért nem nősz? Csak etetett, itatott, mikor kicsi voltam, füröztött, ugye? Aztán nőttem. De sose mondta, hogy ha fiam, már nőjé, már miért nem nősz, fiam, már nőjé. És néha ezt érzem a gyülekezeteknél, hogy olyat, hogy visszatérnénk oda, hogy mit szeretne Isten köztünk látni, hozzuk a mindenféle receptet, hogy lehet kicsi holni egy kis növekedést, ugye? Menjünk, hozzunk receptet Amerikából, innen, onnan, valahogy növekedjünk már. De bele van táplálva a gyülekezetben a növekedés. Bele van. Egyszerűen csak természetesen élni a Krisztus életet. És az emberek meg fognak térni. Azt kívánom, hogy a Szentlélek végezze bennünk. Erősítsen minket meg ebben. És az a gyülekezet, ahol visszamentek, legyen az a Nagybányai. Legyen az az Őrbottyáni. Legyen az a Pesterzsébeti. Legyen az az Aszódé. Nem fogom végigmondani. Komáromi. Nem tudom végigmondani. Legyen az bármelyik. Akkor visszamentek, akkor érezzék meg, hogy Isten lelke felüdített, hogy megérintett, hogy betöltött, és megáldott. Amen. Köszönjük az igei gondolatokat, és most megkérnénk a Nagybányai kiskorust, hogy amivel készültetek, azt mondjátok el nekünk, illetve énekeljetek. Nekünk. Amíg elhelyezkedik a kórus, addig szeretném átadni a Nagybányai gyülekezet hivatalos köszöntését. Virág József a gyülekezetünk vezetője mostan, és azt mondta, jaj, Józsi, nehogy elfelejtsd átadni. Jobban örülnénk, hogy otthon lennének ezek a testvérek, akikkel most találkoztak ottan, de így is köszöntjük is az Úr áldását, kívánjuk az életükre. Hiányzunk most Nagybányáról ennyien. Mi is eljöttünk, valószínű, hogy az első pünköst, hogy az énekkar nem szolgál Nagybányán, azért, mert mi itt vagyunk, de az Úr áldását hisszük, hogy nem hoztuk el Nagybányáról, mert úgy szoktak beszámolni, hogy jók alkalmak szoktak lenni azok, amikor ti elmentek, mert akkor mindenki szolgál. És hiszük, hogy ez is egy olyan ünnep lesz, amikor mindenki szolgál. Mi sem mondod? Átadom a szót a feleségemnek. Nem a verset, az énekekkel, füzetekkel mondom. Akkor mondom én. Meg szokott állni az idő. Azt hiszik, akik kimentek, hogy megáll az idő, és mikor visszamennek. Hát visszamentünk az időben, vagy 25 évet, és elővettük ezeket a füzeteket, ki ismeri ezeket, emeljétek fel. Ismerősek, ugye? Hát 25 éve ott állnak az énekar hátsó részén letéve, és most elővettük őket. Azért, mert úgy gondoltuk, hogy ezek az énekek kedvesek nektek, mert ezen nőtetek fel. Mi csak egy kicsit kaptuk el, és kinőttünk belőlük, más énekek jöttek be. Szeretnénk, hogy ezzel szolgáljunk felétek, a régi énekekkel. Akik tudjátok, dudoljátok, énekeljétek velünk együtt őket. Ó, mi a kérdő, mi a kérdő, 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 a kérd
Nemrég szavaltam otthon Nagybányán Mécs László tavaszi zsoltárát, azt hoztam most el ide. Egyrészt azért is, mert azután való istentisztelet után sokan megszólítottak, hogy hú, eszembe jutott, amikor Mátis Géza bátyád mondta ezt a verset. Hát mondom, akkor ezt előveszem. És azért is, mert nekem nagyon tetszik, ahányszor otthon gyakoroltam, hogy felfrissítsem, mindig sírva mondtam. Figyeljünk most az üzenetére. Mécs László, tavaszi zsoltár. Valaki rálehelt a hegyek húsüvegére, és az óriások felújongtak. Végre! Valaki rálépett a folyók jegére, és mikor 100 000 folyón megroppant a jég, a vizek felharsantak. Végre! Valaki elindította délről a darvakat, fecskéket, gólyákat, kakukkokat, hogy idejében érkezzenek az ünnepre. Valaki pacsirtákat nyilazott a magasokba, és azóta csivogva csörgedez csurran a csupalikas égből, csivogva csörgedez csurran a csudakék muzsika. Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat. Valaki felcicomázta a tüskebokrokat is, hogy évenként egyszer ők is szépek legyenek. Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések, legyen csalán és gyöngyvirág, mészfű és bürök, és mindenek öltözzenek ünneplőbe. Valaki vadakat járat az erdőn. Nyuszikat rejteget, őzeket riaszgat, rókákat ravaszkodtat, mókusokat mókáztat, farkast és futrinkát futtat, méheket rajoztat. Valaki simogatja a fűzfák sárgán szűzlő haját, mint én a kétnapos libuk hátát, és mint Kanadába induló paraszt cserepes tenyere, csecsemője harmatos kacsóját az állomáson. Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra. Sziklából, földből, állatokból, hangokat, színeket, szirmokat, változást csihol ki valaki. Csak belőled nem bír ünnepet csiholni ember. A fecskéket felhozta hozzánk, és kitavaszodott. Ha téged felvinne éjszakra, megsűrűsödne a hóhullás. Ha levinne délre, befagyna a tenger, ember. Ha pacsirtaként fölnyilazna a magasokba, örök feketesség borulna a világra. Nem mondom. Bőröd bizsereg neked is. Cigánnyal húzatsz, örülsz a szeretődnek, arcizmaid mosolygósdit játszanak. De agyvelőd tekervényeiben borzalmak tanyáznak. Fekete kőszakadékokban fekete haramiák. Pedig a többi csak játékszer. Felhúzta valaki a fákat, folyókat, férgeket, naprendszereket, üstökösöket, pontosan járnak, és lejárnak egyszer. És látá Isten, hogy jó. Csak rólad mondotta a rettentő igéket, megbánám, hogy ember teremtettem a földön. Mert te volnál az Isten dicsősége, és te vagy az Isten golgotai gyalázata, ember. Te volnál az Isten gyönyörűsége, és te vagy az Isten hét fájdalma, ember. Te volnál az Isten atyai szelítsége, és te vagy az Isten hetedik zilleni haragja, hiába állítottál fel villámhárítót a Golgotán, ember. Te volnál a teremtés koronája, és te vagy a teremtés csődje, ember. Te vagy az Isten boldogtalansága. Te vagy az Isten állandó nyugtalansága. Tavaszodj végre akarata szerint, ember, és légy az Isten boldog békessége. Amen. Yeah.
lelka vagyok. Igaz, hogy nem nagybányai lakos vagyok, de most már nekem is közöm van nagybányához, mert Kasta Zoltán a férjem. Amikor férhez mentem, mielőtt férhez mentem, Nagyváradon éltem, és mondtam ott a kollégáimnak, hogy férhez meg, és elköltözök Nagybányára. Azt mondta az egyik orvos kollégám, hogy remek a drága, hát hova mész, onnan még a vonat sem megy tovább. Ti eljöttetek onnan, én bevállaltam, hogy oda megyek. És elmondhatom azt, hogy otthonra találtam. De az a csodálatos, hogyha úgy nem is ismertük eddig egymást, de most már ismerhetjük, mivel Isten adott egy közbenjárót, aki által lehet egy közös hazánk. Két hazám van. Két hazám van, első és második hazám. Mindkettőt szeretem. A másodikat akkor igazán, ha az elsőből él az életem. A második a föld, az első az ég. A második közel. Az első nem tudom, közel vagy távol még. A második hazám virágot ad nekem, kenyeret ad nekem, kaszanyéllel és építő kövekkel miatta kérgezem a tenyerem. Belemélyeztem az ekém vasát, s terem. De ha az első nem ragyogna rám, a második nem volna, csak sírverem. Mert azt mondanám, hogy nem érdemes. Rigó fütyülne, a pacsirta szállna, dalterhesen nagyon magasan szállna, a szép tavaszvilág zengne, fakadna, bomlana, lüktetne fában, kőben és szívekben az élet dallama. Mégis azt mondanám, nem érdemes. Ugyan miért, ha minden véget ér? A lomb lehull, tavaszra jő a tél, még a bimbóból is a halál beszél. De én nem mondom, hogy nem érdemes. És töröm az ugart, és mindegy nekem, akár meddig tart. A téli fák csont ujjaira is békésen rámosolygok, majd kihajt. A sír az egyik part, és túl a másik part. Itt véget ér. Itt akár meddig tart. Ott végtelen. Ez a hit jár velem. Az Isten jár velem. Húsvéti Isten és húsvéti hit. Ugartörök, vetek és aratok, s fejem télben, tavaszban, csüggedetlen felemelem. Az imád a szárnyi tőle.
egy nagybányai képet, lehet a hang hatás mellett a képek hatását is élvezni, ha elindítjátok. Szeretettel köszöntök én is minden nagybányáról elszármazott rokont, testvért, barátot. Hálás vagyok Istennek, hogy itt lehetek. Mielőtt ezt az éneket énekelnénk, jónak láttam, hogy kicsit izgul, hogy említsem meg, hogy amikor azt mondom, hogy ifjú Antal Miklós vagy Miki, gondolom nem kell senkinek magyarázkodni, aki nagybányáról elment, hogy ki is volt ő. Ő az én generációm, ifjúságom szerves része volt, aki csak 22 évet élt mindössze ezen a földön. Hát ő egy életvidám, aktív, jószívű, barátságos fiatalember volt, aki nagyon gyakran kérte, hogy a kedvenc énekét énekeljük el. Azt fogjuk most elénekelni. Fogadjátok szeretettel. Thank you.
Ki az, aki éhes? Mert még megyünk tovább, csak azért mondom, hogy még nem az ebéd fog következni. Néhány embert megszólítottunk, hogy emlékeket, illetve régi emlékeket Nagybányával kapcsolatban hozzanak. Hát néhányan vállalták, néhányan nem. Most úgymond a Jolly Jokert hívnám. Papa, gyere, jó? És örülök, mert mama itt van, majd ő az időt jelzi papának, hogy mikor kell abba hagyni. Fogadjatok így, ahogy láttok. Sokszor elmondom Istennek is, hogy mikor összekulcsolom kezemet, fogadd el ezt a dadogó szavaimat, vagy hiányos szavakkal kifejezett imámat. És érzem annak kegyelmét, érzem annak áldását, hogy Isten elfogad. Nagy öröm tölti be a szívemet azért, hogy most láthatlak benneteket, akikkel évtizedeken keresztül egy imaházban szolgáltunk, örültünk, nehézségben, Isten áldása bőségében örvendhettünk. Különösen azt akarom kihangsúlyozni, hogy örülök annak, akik Nagybányáról testvéreimként itt vagynak, hiszem, hogy mindenki testvérem. Elfogadta a szívében az Úr Jézust. Hiszen Isten egy olyan csodálatos kegyelemben részesített bennünket, és ennek éppen ma az ünneplését ünnepeljük, amikor Isten a Szentlélek által, a Szentlélek személyében eljött hozzánk. Eljött hozzánk, és elkezdődött Isten fiainak születésnapja, Isten népének születésnapja. Akkor történt az, hogy Péter apostolnak az egyetlen prédikálására 3000 ember megtért, és Isten népéként Istenhez csatlakozott. És ez a különös áldás most az egész földre mondhatom, amennyire a tudomásom vagy a meggyőződésem ér, hogy kiterjedt. Voltam távol Amerikában, Kanadában is, és ott is éppen olyanok az Úr gyermekei, úgy szeretik egymást, úgy szolgálnak Istennek, volt alkalmam imaházban lenni. Amikor kikerültünk Németországban, ott is azt találtam, hogy Isten gyermekei, a közösség, az imaházban járás, ahol újjászületett Istennek gyermekei vannak, nincs különbség. És mi ezen a földön csak vándorok vagyunk.